Sziasztok! A mai napon egy nagyon izgalmas videóval készültem nektek, ugyanis most először rendeltem a Pink Pandáról, és tegnap végre megjött mind a kettő, és még nem bontottam ki egyiket sem. Ez jött tegnap, egy ekkora csomagocska, és ez pedig ma, ez már egy nagyobb csomagocska. Már elég régen rendeltem az egyiket ilyen 3 héttel ezelőtt, a másikat meg ilyen 1-2 héttel ezelőtt, de mindegyik egyszerre érkezett ide, mert az elsőben voltak egy kis gondok, de itt van mind a kettő, és nagyon izgatott vagyok. Már nem teljesen emlékszem az összes dologra, amit rendeltem, de így nagyjából megvan, hogy mit rendeltem, és úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek az első benyomásaimat a termékekről. Szóval vágjunk is bele. Kezdtem a kisebb csomaggal, és remélem, hogy nem hagytak ki, vagy nem vettek ki belőle semmit útközben, de bontjuk is ki. Ez nagyon aranyos, és papírra van csomagolva. Na, nem is ki. Egyébként, ha valami randalírozó hangot hallotok a szobámban, az az új macskám. Kiesett a ceruza. Na, ha már itt van, akkor kezdem is ezzel. Ez egy Essence-es soft contouring lip liner. A 05-ös Melt Your Heart árnyalat, ami sokkal világosabbnak nézett ki a neten. De elég itt tetszik a színe. Adjunk neki egy swatchot. Igen, ez egy elég szép szín, elég sötét, de tetszik, szeretem az ilyen sötét színeket. És nagyon könnyen ment fel, szóval nem egy kemény formula, hanem egy ilyen lágy. Itt a kis bajkeverőm, kis shadow. Rendeltem egy ecsetkészletet, ez volt a fő ok, ami miatt leadtam a második rendelésemet, és 2099 volt a promóciós kóddal együtt, de 3000-t szállítanak, így muszáj voltam hozzárendelni azt az Essence-es szájkontorceruzát, és egyébként ezeket mind ki fogom majd próbálni egy első benyomások smink videóban, ami majd nem tudom mikor készül el, de igen, ez volt a fő ok, amit megrendeltem, mert az első rendelésemnél is nézegettem, de végül nem rendeltem meg, de igen, szóval bontsuk is ki. Shadow állandóan elmászkál itt a kamera előtt, szóval... A csomagolás sem nagyon tetszik, nagyon menő márványos, és ilyen műbőr. Nem ilyen csomagolásra számítottam, de tetszik, és... itt vannak az ecsetek. Kisebbek egy kicsit, mint amikre én gondoltam, hogy lesznek, de egy elég normál méretűek szerintem. Nézzük meg, hogy milyen ruhák. Oké, ezek is így egyesével be vannak csomagolva. Mindent elejtek. Ez. Úgy kijött egy kicsit szál belőle, hogy kiszedtem, de azt mondanám, hogy nem rossz minőség. Egy ilyen közepes puhaságú, de ez a pár szál, ami kijött, az elég idegesít. Remélem nem fog hamar tönkre menni, de nagyon tetszik az egész. Egy ilyen műanyagos a szára, ilyen fás. Nézzük meg egy másik ecsetet, mint ez. Ez ilyen nagyobb. Ez egy kontúr ecset. Puha. Nem, ez tetszik. Ez is tuti benne lesz az első benyomások videóban.
de olyan szépek, nincs kedvem őket összesminkelni. Itt következő. Még egy adag csomagolás, egyébként a csomag is be volt buborékfóliáz. Az első dolog, ami a kezem ügyébe került, ez a Makeup Revolution rúzs. Mindjárt mondom, milyen. A Reckless árnyalatba. És bontsuk fel, és szakacsoljuk meg. Így néz ki. Szerintem ez elég rendesen fog passzolni a side contour ceruzához, amit rendeltem. És... Igen, ezek nagyon hasonló színek. Ezt nagyon jól eltaláltam. De tetszik ez a színe. El akarom próbálni. De nem, mert az első benyomások videóban fogom tenni. Aztán a következő dolog, amit úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon praktikus lehet, az ez a szintén Makeup Revolution. Elvileg van bronzosító, pirosító és highlighter is, szóval szvacsoljunk meg párat. Kicsit nehéz kibontani. Nem akarom tönni, hogy le van ragasztva. Good job, Dori. A cica is benne akar lenni a videóban. Nem foglalkozok vele az ernyávak. Shadow. Szóval így néz ki. Egy kicsit kisebb, mint amire számítottam. Tegyük hozzá, de nézzük is meg, mert elég kíváncsi vagyok. Ez elég pigmentált. Nézzük meg ezt a színt. Na igen, ez egy elég jó szín. A másik dolog, és ez volt az egyik oka, amit láttam az első rendelést, az ez a paletta, amit az egyik youtuberrel készítettek kollaborációt, a Szabdaz Nails YouTube csatornának az emberkéjével, de jól tudok beszélni. Legelőször nem akartam megvenni, de ahogy telt az idő, hogy egyre jobban érdekelni kezdett, és úgy voltam vele, hogy miért ne, akkor szerezzük be, és le is volt értékelve, nagyon olcsó szereztem meg, méghozzá 2800 forintért, és mindjárt kibontom, és megnézzük, hogy milyenek a színek és a pigmentáltságuk. Szóval így néz ki maga a borítás, ez ilyen műanyag borítás, szép matt, vagyis bocsi. Az angol nyúl matt, az egész ilyen barát színű, ezt a színt nagyon-nagyon szeretem. És, kiejtem belőle ezt a... Itt vannak a színek. Ez a szín, ez nagyon-nagyon tetszik. Ez a Grow Old. Nézzük, szocsoljuk is meg. Ez egy elég szép szín. Nem olyan pigmentált, mint az a bronzosító volt, de erre is kíváncsi vagyok. Ez a Pink Champagne. A nap az bevaki. Próbáljuk ki ezt a lilát. Mixed Berries. Ennek nagyon jó színe van. Próbáljunk egy mattot is. Mondjuk ezt a Danger színűt. Ez is nagyon... Nagyon pigmentált. Van egy kis fallout, de van benne egy hatalmas tükör, ami mindig nagyon jól jön. És, imádom. Nagyon tetszik, alig várom, hogy kipróbáljam. Az utolsó termék pedig, ami a másik
célja volt a vásárlásomnak, az az volt, hogy ha a Pinkpanda oldalán egy bizonyos összeget Makeup Revolution termékekre költesz, akkor adnak ajándékba egy Revolution 1 Million palettát, szemhéjpalettát, és nagyon-nagyon tetszettek a színek. Elsőre megint úgy voltam, hogy nekem erre nincs szükségem, de nagyon-nagyon megtetszett egy idő után, szóval úgy voltam bele, hogy megéri, főleg, hogyha van olyan, amit be akarok szerezni, mint például Sofnak a palettáját. És cruelty free és vegán, ami plusz pont. Ilyen a csomagolása. Nagyon-nagyon szép. Ez is műanyag, de nagyon masszív műanyag. És nyissuk is fel. Könnyen fel van túlik. Ezeket a színeket nézzétek meg. Nagyon-nagyon szépek. Próbáljuk is ki. Igen, ez egy nagyon-nagyon szép lilás matt. Erre a színesíteni kíváncsi vagyok, szóval... Igen, ez egy ilyen barnás, bronzos szín, nem is tudom megmondani, hogy milyen. De ezek nagyon-nagyon pigmentáltak. És ebben is van egy jó hosszú tükör, ami megint egy pluszpont, és nem tudom eldönteni, hogy melyiket használjam majd fel az első benyomások videóba, mert még a Maybelline Burgundy Bart is be akarom szerezni, mert az, arra már nagyon-nagyon régóta fáj a fogam, de lesz mivel válogatni, úgy érzem. És hogyha szeretnétek valamelyikból külön-külön, akár még csinálhatok egy tutoriált is, vagy first impressions-t, vagy bármit, csak írjátok meg nekem kommentbe, hogy érdekel titeket, bár mondjuk, ha nem, lehet akkor is megcsinálom, szóval. Igen, ezek lettek volna az én Pinkpanda rendeléseim, hogyha tetszett nektek, akkor lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, és hogyha van bármilyen videó kérésetek, vagy ötletetek, azokat írjátok meg nekem a kommentben, és köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!